Itt vagyunk a Pest megyei kormányhivatalnál, a kormányablak ügyintézőknek egy képzés követő oklevél átadáson. A visszajelzések alapján ez egy nagyon hasznos, nem csak elméleti, hanem gyakorlati képzést akart. Számos ügykört kell ismerniük, több ezer ügytípusról beszélünk, amit valamilyen szinten ismerniük kell ahhoz, hogy az ügyfeleknek megfelelő tájékoztatás, segítséget tudjanak az ügyfeleknek adni. Annak idején, amikor indult a kormányhivatali rendszer, akkor Pest megyében egyszerre három kormányablak is, úgynevezett, most már így mondjuk első generációs kormányablak kezdte meg a működését. Mindig is nagyon fontosnak tartottuk, és személy szerint tartottam, hogy az ott dolgozó kollégák szakmailag képzettek legyenek, és emberileg pedig olyanok, akikhez szívesen jön be az ügyfél, kedvesek legyenek, mosolygósak. Az ügyfelek véleménye az, ami alakítja a kormányhivatali rendszert. Talán emlékeznek még önök is arra, hogy mielőtt kormányhivatali struktúra lett volna, az ügyintéző volt a központban, nem az ügyfél. Azóta ez már régen megváltozott és természetessé vált, most már önök, az ügyfelek vannak a központban, mi pedig azon igyekszünk, hogy minél magasabb szinten és minél jobb módon tudjuk önöket kiszolgálni.